Túl vagyunk a harmadik napon itt a türkmenisztáni rallin, és hát sajnos a mai nap nem sikerült jól, mint az első kettő, de azért egy nagyon jót autóztunk ma is. Körülbelül az 50. kilométernél egy falut kellett kikerülni, véletlenül rossz nyomot választottunk, és emiatt ott elástam az autót. Hát ott derült, hogy sajnos nem működik az elektromos kiemelőnk. Mint a régi szép időnkben egy 25 perces lapátolással megúsztuk. Beosztottuk az autót, igyekeztünk úgy menni, hogy se túl keveset, se túl sokat ne kockáztassunk. És tulajdonképpen egész könnyen ideértünk. Én el tudtunk indulni, ebben viszonylag sokat vesztettünk, körülbelül 20 autó megelőzött. Utána végig avval töltöttem a nap hátralevő részét, hogy előzgettem vissza ezeket az autókat. A végére egész jól álltunk, még kellett volna egy 100 km, és talán behozom az eredeti pozíciót. Segítségünkre volt az, hogy ma valószínűleg nem volt olyan irgalmatlan meleg. Vicces lenne, azt mondanám, hogy esőre állt az idő, de tényleg ilyen fura felhők voltak az égen, úgyhogy kicsit megkönnyörült rajtunk itt az időjárás istene is, úgyhogy egész jó napunk volt.